Romhány József egy szú végrendelete Egy szú beszorult a hokedli lapjába, Ráült a szakácsnő százszor is napjába, És jött a bajcsőstül, Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, Végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyász hét letelt, s férjhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem, csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyent, szégyennel tetézett, s lesz kint éljen eztán a szemétládában, kegyelem deszkán. Végül az anyósom, megérdemli nagyon, rá a vadonatúj szép csőbútort hagyom.